elsőzött szembe, így hát elmesélem, hogy hogyan is zajlott le az életem a lovardában, múltkor, amikor ott voltam. Real life. Megérkeztünk, előkészítettük a lovakat, és rólam tudni lehet, hogy egy lovat Sárita nem kedvelem, mivel soha nem fogad szó senkinek. Szóval eredetileg Sárin ültem volna, de mivel könyörögtem, hogy ne Sárit kapjam, sikerült. El sem hiszem. Sári egy ló, akit kaptam, Gálás, egy kis cuki póni. Imádom. Minden simán ment, és aztán a vége fele vágtáztunk nagykörön. Én már egyedül vágtázom. Mondjuk nagykörben még soha nem vágtáztam, úgyhogy elég nehezen leesett, de aztán már egészen jól ment. A végére már nagyon elfáradtam, mivel meleg is volt. 12 nagykört vágtáztam, egy egészen gyors póni, nem volt azért olyan egyszerű. Szóval tényleg nagyon jó volt, és örültem, hogy végül nem Sárit kellett kordában tartani. Hát remélem, hogy ez a real life-os történet is tetszett nektek. Ne gondoljátok azt, hogy könnyen lerásztok, fogok még többet is írni, majd valami az eszembe jut. Üdv, Alacska! Köszönjük szépen, Jenny! Nagyon örülünk, hogy elküldted nekünk. Sajnos most Bea nincs itt, de biztos vagyok benne, hogy ő is nagyon örül ennek. Úgyhogy várjuk a többi leveleidet is. A következő Dorina 100-tól jött. Kedves kulipintyó, nagyon örülnék, ha erre az ötletre igent mondaná. Arra gondoltam, hogy lehetne egy kulipintyó nevű paci, aki egy kis ménes tagja, de nem igazán kedvelik, és véletlen elkeveredik a ménestől, aztán valahogy oda keveredik az emberekhez, és ott Mr. Campbellhez megy, mert ki akarta deríteni, hogy mi van, és ott Mr. Campbell bántani akarja őt, de egy kislány megmenti, mert látja, hogy bajban van a paci. Ezután meg elválaszthatatlanok lesznek egész életükbe. De sok-sok izgalmas kaland történik meg velük. Neked be meg annyi, hogy mikor vagy benn hétfő, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap. Előre is köszi, üdvözlettel, Dorina. Hát sajnos be a helyet nem tudok válaszolni, illetve az ötleted nagyon jó, csak nem tudom, hogy mikor tudom ezt majd Beával megbeszélni, de meg fogom tőle kérdezni, hogy neki tetszik ez az ötlet esetleg. Köszönjük szépen, hogy megírtad. A következő levél Marianna postától jött. Sziasztok, Bea és Kulipintyó! Egy történetet szeretnék nektek elmesélni. Egyszer mentem a remetéhez felézni. Megálltam, hogy megnézem a térképet. Ekkor megláttam egy lányt, aki a semmi lovagolt. Ezután megjelent, alatta egy barna sájör. Majd tovább csúszott, de akkor már fehér sájörre lovagolt. Ingyom, bingyom. Hát ez jó kis mókás történet, igen, lehet. Előfordulhat, hogy találkozhatunk ilyenekkel is, ebben a csodálatos játékban. A következő levél LTS Panni 11-től jött. Kedves Kulipintyó, az én nevem Fox Eye, egy szürke morgán. Azt a napot szeretném elmesélni, amikor Lynn megvett. Nagyon izgatott voltam, hirtelen ott termett, és nagyon megörültem. Amikor megvettem, utána sokat barátkoztam a többi lóval. Biztos te neked is nehéz volt megtalálni a közös hangot, de Angela és Summer Magic nagyon kedvesek voltak velem. Hamar összebarátkoztunk. A mai napokban jól érzem magam a lovardában. További szép napot! Na, hát ez egy aranyos kis történet, akkor happy end-el zárult a te beilleszkedésed is, ennek nagyon örülök. Köszönöm, hogy elküldted nekünk. A következő Lucha Purple Heaven-től jött. Kulipintyó, kedves és Bea. Ebben a rövid kis levelemben, amit nektek írok, egy igen vicces történetet szeretnék veletek megosztani, ami velem történt a lovardában. Szóval ez úgy is történt, hogy én és két barátnőm, Luca és Kata, akik mellesleg ikrek, kint voltunk a lovardánkban. Meg volt a szokásos... Lovagoltunk, trambulisztunk, ettünk, ittunk, szóval értitek. Itt nem volt most béltartó ló a nagy kifutóban, és ilyenkor mindig oda megyünk futkosni, megjátszani. És egyszer csak Kata odasúgja nekünk, hogy nézzétek, és a legelő legvégére mutatott, ami alig látható. Egy fehér lebedős ember futott végig az egyik erdőből a másikba. Annyira megijedtünk, hogy sprinteltünk vissza, de én már átvettem a lovaglócsizmám, és egy laza cipő volt rajtam. A lányok átvágtak a trágyadomban, mert úgy gyorsabban érünk oda. Követtem őket, de annyira siettünk, hogy kicsúszott a lábam a cipőmből, és zoknistul beletrappoltam a lócitromos pisis trágyába.
azoknak csak röhögtek mellettem, és csak utána segítettek. Máig sem értjük, mi lehetett az a fehér emberi lepedős valami, de még azóta is rajtam röhögünk a lányokkal, amit nem csodálok. Remélem tetszett ez a rövid kis történet neked és Kuli Pintyónak is. És üzenem Kuli Pintyónak, hogy nagyon cuki a sérója és ennivaló a popia. Hát köszönjük szépen, Luca, igen, ez egy mókás kis történet. Igazából ezek olyan történetek, amiket a legjobb barátnőitől hallasz általában vissza, és ezt életed végig nem mosod le magadról, mert ez mindig is beékelődik az emberek szívébe. Köszönjük szépen, hogy megírtad ezt a levelet. A következő Dorothy Wolf Watertől jött. Egyszer láttalak titeket Kuli Pintyóval, amikor még csak 6-os szintű volt. Követtelek titeket, hogy 30 percen keresztül ordítoztam, hogy beaj és hogy Kuli Pintyó, de nem vettetek észre. Ezután a nyomorék lovam pedig az ugrások folyamattán megdöglött, és mire visszamentem, már nem voltatok ott. Másik történet. Most nem is olyan régen láttam egy lányt, aki mindenkit szidoztív karámban. Elmondta őket mindennek, de sajnos már a nevére nem emlékszem, csak arra, hogy valami Stephanie volt. Kicsit kezdett durvára folyamodni a helyzet, de ott hagytam. Lényeg a lényeg, hogy ti mit gondoltak erről az egészről. Egyébként te lovagoltál már valamikor a valóságban? Még egy történetem lenne, de ez a való életben történt meg, ráadásul nem is olyan régen. Éppen mentem ki a lovardába, oké, ki is értem. Felültem a lóra, majd az volt a feladatom, hogy kengyel nélkül könnyűgetés. Hát én nem tudom, hogy neked mi erről a véleményed, de szerintem borzalmas. Teljesen izomlázat tudok hozni. Kuli Pintyó, egyébként te most hány éves vagy? Nagyon szuksi a hangod. És mi a véleményed, hogy be a jól lovagolt téged, vagy kevésbé? Olykor rossz, olykor jó. Üdvözlettel, Dorothy. Dorothynak ejtik Vivian. Hát köszönjük szépen, hogy ezt megírtad nekünk. Ha gondoljátok, akkor erre még be a később válaszol, bár én most nem tudok helyette választani. Nekem be a lovaglásával semmi problémám nincsen, velem mindig kedvesen bánik. 15 éves vagyok, ugye vár? Hogy Beával itt az éveket szépen vittük fölfele, biztos értitek. Hogy erről a leányzóról mi mit gondolunk, hát nem tartjuk helyénvalónak azt, hogyha másokat sérteget, de hát sajnálatos módon nem tudunk mit csinálni vele, nem kell hozzászólni, és akkor egy idő után úgyis abba hagyja, és ezt mindenkinek tudom én is ajánlani, hogy ezt tegye ilyen helyzetben. Következő, köszönjük szépen a levelet. Bond Dorina küldött nekünk még egy levelet. Szia Bea, nagyon tetszett Kuli Pintyó Egyesület első része, ezért nagyon szeretném, ha lennének további részek. Lenne egy jó ötletem, hogy felvennéd a lovak veszekedését, és Kuli Pintyó rendet tenne köztük. Üdv, Sheila Dog Daughter, add át üdvözletem Kuli Pintyónak. Hát én most átadom magamnak, köszönöm szépen, én is üdvözöllek téged, és megpróbáljuk majd megoldani ezt a részt is, hogyha szeretnétek. Köszönöm szépen az ötletet. A következő Bethany Crazy Cake-től jött. Kedves Kuli Pintyó, a nevem Winterstar, egy sármos jó képű angol telivér vagyok. Kicsit egoista, ugye? Engem 3 éve levett a gazdám, Bethany Crazy Cake. Én voltam a harmadik ló, akit megvett. Azután rengeteg új ló került szerénk is otthonunkba, és sok szép kanca vett körül engem. Viszont most úgy érzem, megtaláltam az igazit. A neve Moonflower, aki egy arab telivér, almásderes, Bethany azt olajmezőről mentette meg a GAD kezei közül. Soványan került ide, ám azonban 2 hónap múlva olyan jó kanca lett belőle, hogy az összes csődör csak ámult. Köztük én is eldűvölt. Mikor Bethany ellovagol vele előttünk, a többi csődör és én kitáltott pofával nézünk Moonflower után. Felé estem, mint vakló a gödörre. Ez vicces! Kérne elnézést, rosszul olvastam. Ha elképzelem a jövőmet, már látom a csikóinkat. Nála formásabb, előkelőbb, szebb, jobb, tökéletesebb lényt még nem láttam. Egy baj van vele. Hetente válogatja a szerelmeit. Váltogatja, bocsánat. És már rengeteg jó pasi, lópasit dobott. A minap azt mondogatta, hogy Kuli Pintyó milyen jó képű csődör. Nos, Kuli Pintyó, nem tudom, tapasztalt vagy az ilyen kancázási ügyekben, de szeretnék egy pár tippet kérni. Hogyan szedhetném fel ezt a dögös kancát? A kapcsolatunkat hosszú távra tervezném. Előre is köszönöm válaszodat, Winterstar. Hát, kedves Winter, hívhattak Winternek, ugye? Vagy Star? Ezt majd írd meg kommentbe, kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet téged szólítani. De most egyelőre akkor Star maradjunk a Starnál. Tehát kedves Sztár, én csak annyit tudok erre mondani, hogy add magadat, mondd el neki az érzéseidet, hogy te mit szeretnél, mit várnál, hogyha
hogyha köztetek lehetne valamit, mire számítanál ebben a kapcsolatban, és hogy te mit tennél meg azért, hogy ő veled maradjon, és hogy adj neki egy biztos támaszt, hogy miért téged válaszol. Én ennyit tudok neked tanácsolni, remélem, hogy beválik. A következő Várszegi Zsüliettől jött. Szia Bea, tudod, én Izabella vagyok, és szeretnék Puli Pintyónak levelet küldeni, vagyis nem én, hanem a lovam, szóval át is adom neki a szót. Szia Puli Pintyó, én Diamond Hurricane vagyok, és nagyon örülök, hogy írhatok neked. Ez nagy álmom volt. Nos, én egy Morgan ló volnék, és rajongok érted. Nagyon örülök, hogy megengedte Izabella, hogy írhatok neked. Mindig rólad beszélek, és mindig mondom Izabellának, hogy találkozni szeretnék veled, de sajnos még nem volt alkalmam, de remélem lesz. Nos, akkor el is mesélem a mi kis kalandunkat. Egyszer, mikor egy hegyen vártáztunk, kicsit megcsúsztam, ezért Izabella azt mondta, hogy menjünk lassabban. Mikor egy elég veszélyes szakaszhoz értünk, szintén megcsúsztam, Izabellát ledobtam a hátamról, hogy nehogy velem együtt leessen. Ő sikeresen fent maradt, viszont én leestem. Szerencsére nem estem le olyan mélyre, így megúsztam, viszont az egyik lábam eltört. Izabella több héten keresztül ápolt engem, és sikeres volt, mert teljesen felépültem, és többet arra fel nem mentünk. Nos, hát így még szorosabb lett a kapcsolatunk. Köszönöm, hogy elolvastad Puli Pintyó, és kérlek, olvasd be a Bibibe is, ha lehetséges. Köszönöm, egy szép napot nektek. Hát mi is köszönjük ezt a szép kis történetet. Igen, ez általában kölcsönös dolog, hogy egy ló megmenti a lovast, akkor a lovas is úgymond, megtesz mindent a lóért igazából. És mi ennek nagyon örülünk. Köszönjük szépen, hogy ezt megírtad nekünk. A következő levél Vanda Sára Steinborn Körmenditől jött. Az egyik lovamról történet, neve Wolfpie. A Wolfpie szerelmes volt egy lóba, de ő is szerette, de nem merték elmondani egymásnak. Féltek, hogy másba szerelmesek, de pár nap múlva meghalt a kanca. Tudom, turva. Hát igen, ez elég szomorú, és részvétem, nagyon sajnálom. Na, ennyi fért bele a mai videóba, hogyha szeretnétek még ilyen részeket, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, és dolgozunk majd rajta. Köszönöm szépen a megtekintést, és remélem így is, hogy csak egyedül beszélek, így is elfogadtok engem, és remélem, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett a videó, és nagyon-nagyon szeretlek már most titeket, és köszönöm a sok támogatást.